zenés vendégvárás, szemléletformáló, családi program, mézes kalács kiállítás, és még játszóház is várta az advent jegyében az üllőieket. A december 20-ai üllői karácsonyi műsoron és a gyertyagyújtáson is jártunk kameránkkal. A Mindenki Karácsony rendezvény keretében osztották ki a harmadik alkalommal megrendezett mézes kalács sütőverseny legjobbjainak felajánlott díjakat. A megmérettetésre több kategóriában is lehetett nevezni, és szakértő zsűri értékelte a házi receptek alapján készült finomságokat. Három titka van a mézes kalácsnak. Az egyik alapvető titka, hogy végén jó receptet is készítsen az alaptésztáját. A második titka, hogy szépen gyújtsad ki. A harmadik az pedig a sütés. Na itt volt a sütéssel egy-két tésztánál. A harmadik titkot pedig, hogy célszerű odafigyelni rá. Amikor kellően barna, akkor ki kell venni, mert utána megég a tészta. Kiszárad, szétrepedezik, és már nem lesz olyan szép és látványos. Harmadik helyen végzett a szőlőcsoport. Második helyen végzett a Pómita óvoda pillangó csoportja, és első helyen végzett a Katica csoport. A következő csoportja, az iskolások csoportja volt, itt két művet láthatunk. Második helyen végzett Harold András, és első helyen végzett Bozóki Benedek. Felnőttek kategóriájában negyedik helyen végzett Herván Jolán. Harmadik helyen végzett Beres Sándor. Második helyen végzett Puskás Lézsike. És első helyen végzett Túróci Rita, aki szintén tárgyószerűen érkezett. Látod itt gyönyörű öt fenyőfát, ami gyönyörű ruhában vízbe öltözött már, és hát sok segítő kéz díszítgette. Többek között elmondanám, az egyiket a humán szolgáltató központ öltöztette fel, a másikat az egészségügyi szociális bizottságunk, a harmadikat az iskolának a szülői munkaközösségi köre, akkor sok-sok szép ajándék van a fa alatt, azt kérem szépen a Iker Csorba testvérek, Kritike Tamás, Attila, és ami mellettünk van, az pedig a nagy családosoknak az ajándéka. És most pedig bízom benne, hogy itt is lesz az az öt család, aki ezt ajándékba hazavihetik. Rajcsány Ervinné, Horváth Mónika, Filepjé polgár Beáta, Török Ignác és Nyári Ervinné családja. Hát kérem szépen! Szeretnék önöknek, itt vannak mindannyian, nagyon örülünk nekik. A fától sok-sok ajándék van még, ami egy kicsit szét lehet osztani rá, van írva, hogy mi van benne. Fogadják szeretettel a várostól a felajánlásokat, és áldott békés szeretettel és mindannyiunkra. Segítünk majd adagolni ezeket. Az egészségmegőrző program, a kirakodó vásár, élő szobor és persze az őszies hidegben mindig jól megérdemelt forralt bor, forró tea, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében lebonyolított ügyességi verseny és a kilátogató nagy érdeműt szolgálta. Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása előtt a házigazda, a Keresztelő Szent János Katolikus Kórus tagjai, illetve műsoruk töltötte be szeretettel a Városháza melletti teret. A térség országgyűlési képviselőjei már harmadik alkalommal vett részt az üllői adventi ünnepségen. Nagyon örülök, hogy az elsőhöz képest mindig valamivel több program sikerül itt ezen a, most már mondhatjuk, városközponton belül. Most ma már közlekedés biztonsági naptól kezdve a helyi civil szervezetek bemutatóink keresztül egy fantasztikus mézes kalács vásár és sütőversenyen keresztül. Azt hiszem, próbálunk ráhangolódni mindannyian advent utolsó vasárnapján arra a nagy várakozásra, amelyik 4 nap múlva fog bekövetkezni. Én mindenkinek a szívére annyit szeretnék rátenni, hogy gondoljanak
természetesen a saját családjukon túl mindazokra az emberekre majd, akik valamilyen oknál fogva egyedül kénytelenek a karácsonyt ünnepelni. És próbáljunk egy picivel több szeretet adni egymásnak is. A következő napok bizony idegesen fognak telni, hiszen mindenki még megpróbálja behozni azokat a lemaradásokat, amit ebben az évben tett, de tegyük ezt úgy, hogy odafigyelünk egymásra, és odafigyelünk arra, hogy a másik ember is haza szeretne érni, és a sietés az nem biztos, hogy mindig alkalmas arra. Tisztelt ülőiek, szeretném megköszönni azt, hogy 2015-ben is együtt tudtunk dolgozni, nagyon sok mindent elérni, és köszönöm azt, hogy ennek a csodálatos közösségnek néha én is részese és tagja lehettem. Így hát nincs más, mint hogy azt kérjem mindenkitől, hogy legyen áldott békés karácsonyuk, és azt kívánjam, hogy 2016 egészségben, jóban és minden olyanban teljen, amit kívánunk egymásnak. Áldott karácsonyt önöknek! A Bóbita óvoda apróságai lucás játékokat mutattak be, Megyeri Kata pedig népdalokat énekelt. A polgármester, aki egyébként Magyar Istvánné önkormányzati képviselővel közösen vette át a Betlehemből származó lángot Gödöllőn, az összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Majd azt is elmondta, hogy napjainkban már egyre jobb indulnél. Szeretném megköszönni azt, hogy egész évben érezhettem, hogy mellettem vannak, segítik a munkánkat, és úgy gondolom, hogy Üllővárosa az elmúlt esztendőkben elindult a fejlődés útján, és ez valahogy talán mindannyian érzékeljük, hiszen a legnagyobb és legutolsó öröm az éppen a napjainkban történt, hiszen a Sportliget lakóparkban is kigyúltak a fények, évek óta várnak rá az ott élő emberek. Mindig azt mondom, hogy türelem, türelem és összefogás kérdése az egész. Megoldottuk. Nagyon nehéz feladatok várnak ránk még a 2016-os esztendőben, de én úgy gondolom, hogy sok jó ember van itt a városban, és hát az önkormányzat igen megfontolt gazdálkodást végez, és készül a jövő megoldására is. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői emelkedtek szólásra, majd elvitték a lángot saját templomaikba, ahonnan szintén tovább vihetik azt a hívők és az érdeklődők is. Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánni. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez töltse be mindannyiunknak a szívét ezen az ünnepen is, és az új esztendőben is. Így kívánok mindenkinek áldott ünnepet. Hát kívánjam mindenkinek, ahogy a mi énekünk mondja, a 164-es, hogy teljen Jézus gyászlává a szívét. A Kenderes és Kender Kóc Néptánc Együttes karácsonyi műsora után Fehér Imre alpolgármester lobbantotta lángra az adventi koszorú 4. gyertyáját. Az Üllői Civil Érték Egyesület idén áprilisban indította útjára a Szeretett Gombóc Klub működését.